Köszöntjük a Momentum miniszterelnök jelöltjének a csapatában Cseh Katalint, a Momentum európai parlamenti képviselőjét. Katalin orvosból lett politikus, mert rájött, hogy ahhoz, hogy változást érjünk el, új arcokra és új megoldásokra van szükség a politikában. Európai parlamenti képviselőként azóta is azért dolgozik éjjel-nappal, hogy ezt a változást elhozzuk a magyar embereknek egy Európát barátnak és szövetségesnek tekintő 21. századi és nyitott gondolkodású új Magyarország formájában. Sziasztok! 2022-ben nem csak arról döntünk majd, hogy melyik politikus vezesse az országot, hanem sokkal többről ennél, arról, hogy újra kezdjük-e a közös történetünket. Hogy maradunk-e az örök urambátyám országában, ahol a szerencsésebb fiatalok diploma után az első géppel mennek Nyugat-Európába. Vagy pedig tégláról téglára felépítünk egy olyan otthont, ahol a politikai kapcsolatok helyett kizárólag a tehetség és a szorgalom dönti el, hogy ki hova juthat. És most végre eljuthatunk ide. Most lehet egy ilyen országunk, mert 2010 óta először kerül kézzelfogható közelségbe a kormányváltás. És most először vanok a reménykedni annak a több millió embernek, akiket magukra hagyott a Fidesz. Akitől elvették a lehetőséget arra, hogy valaha is csatlakozzanak a középosztályhoz. Most először lehet olyan országunk, ahova nem csak visszavágynak a külföldre szakadt barátaink, hanem vissza is jönnek. Ahol a kórházakba gyógyulni és nem meghalni járnak a betegek. Ahol az iskolákban korszerű tudást kapnak a gyermekeink, és a válság idején segítséget kapnak a szegényebbek is. És azok is, akik nem rokonai az aktuális miniszternek. De ehhez a változáshoz új arcok kellenek. Friss emberek, akik fel tudják rázni az országot. És fontos az is, hogy legyen mögöttük tapasztalat, hogy értsék, hogyan kell egy szervezetet vezetni, hogyan kell embereket motiválni. Mert ez egy vezető dolga. De nem lehet biankócsekket kérni az emberektől akkor, amikor százezrek vannak munkanélkül, és amikor milliók élete ment tönkre a járvány és az azt követő válság miatt. Tudjuk, hogy a tapasztalat is fontos. És vannak köztünk olyanok, akik már bizonyítottak. Például azzal, hogy a semmiből építettek fel egy közösséget, egy pártot, amely már a meghatározó politikai erő lett. Vagy azzal, hogy Orbán Viktort elsőként az utcán megverve akadályozták meg, hogy egy budapesti olimpiával vigyék csődbe az országot, ellopva 100 milliárdokat. Olyan emberre van szükségünk, aki nem ismeri a lehetetlent. A Momentum nem először találja magát olyan helyzetben, hogy döntenie kell, ki képviselje a szavazóinkat egy sorsdöntő választáson. Azért is jól tudom ezt, mert 2 éve egy ilyen vita pont rólam szólt. 2019-ben az volt a tét, hogy kivezesse a Momentum európai parlamenti választási listáját. És sok tanácsot kaptunk akkor is. Hogy találjunk valamilyen külső szakembert, hogy esetleg ne is legyen saját jelöltünk, hanem bízzunk a tapasztalatabbnak mondott politikusoknak. Hogy egy dolgot semmiképpen se tegyünk. Ne tegyünk 2 országosan kevésbé ismert női politikust, vagy lányt, ahogy akkor mondták, ne tegyék őket a lista élére. És elképesztően hálás és büszke vagyok a Momentumra, hogy kitartott eredeti elképzelésénél, és minket választott. Nem az én dolgom megítélni, hogy hogyan dolgozunk azóta az Európai Parlamentben, erről majd ti fogtok véleményt mondani. Azt azonban hiszem, hogy sikerült egy új hangot vinni Brüsszelbe. És ha megengedtek ennyi szerénytelenséget, talán nem teljesítünk rosszabbul, mint akik előttünk voltak. Mi azért dolgozunk az Európai Parlamentben, hogy visszaadjuk a reményt a magyar embereknek, és ezért dolgoznak a sikeres fiatal polgármestereink Terézvárostól Csercektomaig, Sződligettől Újpestig. Európában azt látom, hogy óriási változás van a politikában. Egyre kevésbé vezetik a kontinens országait idősödő úri emberek. Tavi Roivas, most a Liberális Európai Közösség oszlapos tagja, annak idején 35 évesen lett Észtország miniszterelnöke. A finn miniszterelnök Sanna Marin 34 évesen került országa élére. A szomszédos Ausztria vezetője, akivel nekem amúgy sok politikai vitám van, Sebastian Kurz, 30 sem volt, amikor osztrák kancellár lett. És új értékek váltak fontossá Európában. A 21. század sikeres politikusai nem fogadhatják el, hogy igazságtalan vagy fenntarthatatlan, környezetromboló országban éljünk. 2014-et értünk, amikor egy volt gimnáziumi ismerősöm felhívott azzal, hogy mindenképpen beszélni akar velem. Fekete Győr András 3 évvel a Momentum megalapítása előtt arról beszélt, hogy meg akarja változtatni az országot. Hogy elege van a lopásból, és abból, hogy a kormány magukra hagyja magyarok millióit.
Azt mondta nekem akkor, hogy egy pártot fog csinálni, fel fogja építeni a semmiből. Képzeljétek el, hogy mennyire tűnt ez akkor reálisnak. De Andris lelkesedése mégis magával ragadott. 2017-ben megalakult a Momentum. 2019-ben Magyarország harmadik legnagyobb pártja lettünk. Ma pedig kerületeket, településeket vezetünk, és képviselőket küldünk Európába. Fekete Győr András az az ember, aki nem ismer lehetetlent. Éppen ilyen emberre van szükségünk. Nem csak nekünk, hanem Magyarországnak is. Köszönöm, hogy meghallgattak.